Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egy fertőzöttet találtak eddig, Pakson 400 dolgozónál végzik el a koronavírus tesztet. Becsöngettek, rendhagyó módon indult el az idei tanév. Tolna megye napja, az összefogás és a türelem ünnepe az idei. Sörös üveggel verekedtek, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie a dombóvári támadónak. Pakson két az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozóinál végeznek el összesen 400 koronavírus tesztet a napokban. A Paksi Gyógyászati Központ és az Életfa idősek otthonában eddig összesen 200 teszt eredménye ismert. A részeredmény szerint eddig egy idősek otthonában dolgozónál állapítottak meg érintettséget, ő azonban szabadságolás miatt nem került kontaktba senkivel az intézményben. A Gyógyászati Központban még tart a tesztvizsgálat. Pakson a város polgármestere még múlt héten rendelte el mintegy 400 az egészségügyben és a szociális otthonban dolgozók és lakók tömeges tesztelését, melynek részeredményéről számolt be sajtótájékoztatón Szabó Péter. Az Életfa idősek otthonában 147 főt teszteltek, itt 146 teszt negatív eredményt hozott. Azaz egy pozitív személy vélhetően a szabadsága alatt fertőződött meg. Egy megnyugtató tény, hogy 2,5 hete szabadságon volt, ez azt jelenti, hogy nem került érintkezésbe sem a bentlakókkal, sem pedig a munkavállalókkal, tehát a munkatársaival. Ez azt jelenti egyébként, hogy időben történt a szűrés. A Gyógyászati Központ munkatársai körében még tart a vizsgálat, eddig 67 teszt eredménye készült el. Aki miatt elrendelték a tömeges tesztelést, annak is az eredménye negatív lett. Csütörtökre várhatóan már a teljes teszt eredményről be tudnak számolni Pakson. Az atomvárosban a járványügyi szabályok fokozott betartására kérnek mindenkit. Különböző járványügyi intézkedések mellett elindult a 2020-2021-es tanév a Tolna megyei oktatási intézményekben is. Az óvodák, általános iskolák és gimnáziumok más-más módon tartották meg az évnyitó ünnepségeket, és eltérő módon zajlott az első tanítási nap is az iskolákban. A digitális oktatásra felkészültek az intézmények, de igyekeznek annak bevezetését elkerülni. Annyit éppen visszamegyek. Rendhagyó módon kivetítőn nézték az évnyitó műsort a Garai János gimnázium diákjai. A koronavírus miatt ugyanis az iskolában csak az új diákoknak tartottak évnyitó ünnepséget az intézmény udvarán, így kívánták elkerülni a tömeg kialakulását. A diákok a nap során átvették a tankönyveiket, az osztályfőnöki órákon pedig megtudhatták a járványügyi intézkedéseket, például azt, hogy az iskola 513 tanulója három bejáraton keresztül juthat be az intézménybe egy kézfertőtlenítést követően. A közösségi terekben pont azért, mert a nagy diák létszám miatt nem tudjuk megakadályozni a folyosón a torlódást, elrendeltük a maszk kötelező használatát. Ugyanígy kérjük ezt a szülőktől is, ha az intézménybe érkeznek, illetve kértük azt, hogy a kapcsolattartás formája most egyenlőre legyen a már bevált digitális forma, e-kréta, illetve az e-mailek. Az osztályok, ha lehet, ne keveredjenek egymással. Szünetekben, ameddig jó idő van, mindenkinek kötelező, és még egyszer mondom, kötelező kijönni az udvarra, hogy az osztályokat fertőtleníteni és szellőztetni lehessen. Bátaszéken szigorú szabályok mentén tartották meg az idei évnyitót az intézmény udvarán. Itt a beszédeken a himnusz és szózat meghallgatásán túl az intézmény vezetősége ismertette a főbb változásokat. Két bejáraton keresztül lehet belépni az iskolába kézfertőtlenítést követően. A korábbiaktól eltérően nem lehet napközben elhagyni az iskolát, a büfében, ebédlőben kötelező maszkot viselni és megtartani a védőtávolságot. A diákok azt mondták, hogy örülnek annak, hogy a hagyományos módon indult el az oktatás. A végzősök különösen tartanak a digitális oktatás újbóli bevezetésétől. Nagyon félek attól, hogy így nagyon nehézkes lesz leérettségizni, mert azért nálunk még mindig ugyanúgy itt van az öt tantárgy, az előrehozott érettségik is, a nyelvvizsga, úgyhogy
eléggé félek tőle, hogy mi lesz, hogyha visszatér az online oktatás. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézményében közel 70 gyerek kezdte meg első osztályos tanulmányait. A tanévnyitó ünnepe is rendhagyó módon zajlott, hiszen idén csak az elsősöknek és szüleiknek szólt a nyitóbeszéd. A vírushelyzet miatti intézkedéseket az előírásoknak megfelelően végezték el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy intézkedési tervet, mintát juttatott el hozzánk, ezt próbáljuk betartani, illetve ezt lebontva intézményre szabva protokollt készítettünk a szülők, pedagógusok, diákok, sőt a takarítók számára is. Fokozott fertőtlenítési munkálatok zajlanak, amit megelőzött már egy nagy nyári takarítás. Az új kisiskolásokat még a héten kísérhetik a szülők, de jövő héttől már nem léphetnek be az iskola épületébe. Hát ott a kapun még bejöhetnek a szülők, itt nem kérünk szájmaszkot senkitől. Ajtóig érkeznek a szülők a kisgyerekkel, és ott mi már várjuk a gyereket és átvesszük. A szülők nem, csak az érkező gyerekek léphetnek be reggelente a medinai Siókincse óvodába és bölcsödébe. Itt így védekeznek a vírus terjedése ellen. Bent a kicsik azonnal kezet mosnak, ahogy megérkeznek. A központi intézkedéseknek megfelelően be kell tartanunk nekünk is bizonyos szabályokat a COVID vírus megelőzésével kapcsolatban. A szülőket csak az ajtóig fogadjuk, tehát csak itt az ajtónál adhatják be a kisgyerekeket, mi ott átvesszük őket, a hazaadás ugyanígy történik. És a beszoktatós anyukák bejöhetnek természetesen a csoportba, szájkendővel, váltócipővel, és fertőtleníteni kell a kezüket. Medinán idén több mint 30 gyerek kezdte meg az óvodai és bölcsődei tanévet. Az intézmények fenntartását májusban vette át az önkormányzat, ők már nyáron elkezdtek készülni a járvány második hullámára. Egész nyáron készültünk a járványra, nem nagyon ért váratlanul bennünket. Nyilván fölkészültünk itt is az iskolába is, önkormányzati szinten, és a tananyagi szolgálatot is fölkészítettük, hogy bármikor jöhet egy rendkívüli, akkor mi készen állunk erre. A 2020-21-es tanévet mintegy 1,2 millió diák kezdhette meg. Átadták a megyei kitüntető címeket. Minden esztendőben szeptember első napján ünnepeljük Tolna megye napját. Idén Dombóvár adott helyszínt az eseménynek, megkoronázva ezzel várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Az ünnepség keretében 11-en vehették át elismerésüket. 321 esztendeje Tolnavár megye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Ennek emlékére a megye címer körvonalai tükröző pecsét adományozására 1699. szeptember 1-én került sor. Ez a dátum adja minden esztendőben a megyenapi díjátadó ünnepség apropóját. Megnyitó beszédében Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, a türelem és az összefogás mindig meghozza a gyümölcsét. Azt mondta, az a munka, melyet a díjazottak évtizedeken át letettek az asztalra, komoly megyei értéket képvisel. Én azt gondolom, hogy a mai világ úgyis abba az irányba fejlődik, hogy a pénz, az anyagi javak, a különböző materiális értékek viszik a prímet, mi meg azt próbáljuk hangoztatni, meg azt próbáljuk érvényesíteni, hogy a megyében az összetartozás, a barátság, az emberség, a közösségfejlesztés is egy hatalmas érték lehet. És sokszor ezek az értékek tartalmasabbak, erősebbek és kitartóbbak, mint a pénz. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő arról szólt, az elmúlt esztendőkben a fejlődés jellemezte Tolna megyét, és a remények szerint ez a lendület nem hagy a lába a következő években sem. Tolna megye és annak valamennyi települése azt reméli, hogy azon az úton haladhatnak tovább, ami a fejlődésüket, megerősödésüket jelenti. Szerencsés egybeesés, hogy ehhez az úthoz nem csak reményeket, hanem szorgalmas, kitartó munkát is fűznek a polgármesterek. Ennek is köszönhető, hogy a 109 település között ma már nincs olyan község, város, ahol nem mondhatnánk el azt, hogy jó úton jár céljai megvalósítása érdekében. A legrangosabb kitüntetést a Tolna megyéért díjat ebben az esztendőben Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter kapta, aki a díjazottak nevében szólt az egybegyűltekhez. Arról beszélt, Tolna megye kiváló adottságokkal rendelkezik, és az összefogás meghozza a felemelkedést. Kiemelte, a most díjat kapottak szívós munkával teremtettek értékeket. Itt ma mindenki tüntetettel elhangzott, hogy nem egy bonyolult dolgot műveltek, elkezdték a munkájukat, és azt következetesen végezték. Nem azért, hogy új státuszokat nyerjenek, nem azért, hogy díjakat kapjanak,
hanem önmaguk megelégedésére, családjuk boldogulására. Az idén várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd azt mondta, az, hogy a város rendezhette a megyenapot, megkoronázása a jubileumi ünnepségnek. A mai nap folyamán is olyan emberekkel lehettünk együtt, akikre büszke lehet volna megye, büszke lehet Dombóvár, hiszen ezek az emberek az elmúlt néhány évtizedben letették az asztalra, és megmutatták azt, hogy Tolna megyében érdemes élni, érdemes itt tölteni minden napokat, és alkotó tevékenységgel is el lehet ezt tölteni. Az idei megyenapon 11-en vehettek át díjat munkájuk elismeréseként. Megfelelő szintre emelkedett az országos vérkészlet köszönhetően a véradóknak, akik gyorsan reagáltak az országos vérellátószolgálat felhívására, közölte a szolgálat. A közlemény szerint már a felhívás közzétételének napján emelkedett a véradók száma. Kedden 2369, szerdán 2272, csütörtökön 2781, pénteken 2159 jelentkezőt regisztráltak országosan. Csütörtök volt az elmúlt 12 év második legeredményesebb napja, fűzték hozzá. Azt írták, ezzel az aktivitással a fokozódó járványveszély ellenére sikerült elérni a korábbi évek augusztusi átlagát, de továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, menjen el vért adni. Sörös üveggel támadt egymásra két férfi Dombóváron, egyikőjük el is találta a másikat. A 45 éves helyi támadó csak könnyebben tudta megsebesíteni 24 éves kaposszegcsői áldozatát. A rendőröket egy szemtanú értesítette, akik a helyszínre érve el is fogták a sörös üveggel támadó dombóvári férfit. A dombóvári rendőrkapitányságra előállították a férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt. Férfit tettére igazából magyarázatot adni nem tudott, az eset körülményeit a dombóvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán vizsgálják tovább. 5 helyett 10 nap szabadságot kapjanak a munkahelyükön azok a férfiak, akiknek gyerekük születik. Ezt szeretné elérni a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata, ezért országos figyelemfelhívó akcióba kezdtek. A szervezet elnöke Szekszárdon arról beszélt, hogy az Unióban több állam is van, amelyeknek a törvényei a magyarországi 5 napnál több szabadságot tesznek lehetővé a gyerekeket vállaló férfiak számára. Azt szeretnénk, ha itt is bevezetésre kerülne legalább ugyanannyi, minimum a 10 nap. A mostani egyszeri 5 helyett 10 nap szabadságot kapjanak a munkahelyükön azok a férfiak, akiknek gyerekük születik. Ezt szeretné elérni a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A szervezet ezért kampányba kezdett, aminek a célja, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy Magyarországon egy éve lépett hatályba az az uniós jogszabály, ami alapján a gyereket vállaló apáknak szabadság jár a munkahelyükön. A magánvállalkozások többségénél ezt az 5 napot nem is adják meg. Gyakorlatilag a vállalkozók, ahol nincsenek szakszervezetek, ott kerülik ezt a témát, illetve a szülők, apák meg sem kapják ezeket a szabadságokat. Ugye mi most az a célunk, hogy az emberekkel megismertessük, hogy az apás nap létezik. Az Apanap nevű országos figyelemfelhívó akciót a Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata hívta életre. Az elnökük azt mondja, az apáknak járó szabadságot eddig 5 Európai Uniós állam nem vezette be, Magyarországon pedig a Brüsszel által ajánlott legalább 10 nap helyett csak 5 napról rendelkezik a törvény. Azt mondja ki az irányelv, hogy minden megszületett gyerek után az édesapának 10 munkanap, azaz 2 hét, pontosan így fogalmaz az irányelv, apa szabadság jár. Ez Magyarországon 5 nap. Magyarországnak és a többi uniós államnak 2022-ig kell törvénybe iktatnia a brüsszeli jogszabályt, vagyis hogy a gyereket vállaló apák legalább egyszeri 10 nap szabadságot kapjanak a munkahelyükön. Fél száz év a Habán fazekasság világában 70 évesen, ezzel a címmel nyílt meg Versegi Ferenc fazekas népi iparművész kiállítása Tolnán. A jubileumi kiállításra Versegi Ferenc új alkotásait hozta el, amikkel a Habán sokszínűségét kívánta bemutatni. A népművészetmestere azt mondja, muszáj mindig megújulni, mert ez élteti a népművészetet, ez élteti őt. Versegi Ferenc 50 éve alkot, gondolkodik, tervez. A népi iparművész továbbra is tele van tervekkel, jelenleg a színekkel kísérletezik új alkotóműhelyében. Tavaly elkezdtem korongozni őket, és az idén fejeztem be, mert 5 éve volt itt egy kiállításom, ahol én a végén tettem egy könnyelmű ígéretet, kijelentést, hogyha a Jóisten megadja, akkor a következő kiállításon egy teljesen új anyaggal fogok megjelenni. Sikerült.
nem teljesen, mert az a négy tányér az nagyon bosszant, de nem volt már időm, hogy azokat már otthon megvan, le van korongozás, nem tudtam már befejezni, lefesteni. És hát mind színvilágában, mind formailag rengeteg új dolog van. Én akkor megálmodtam ide egy erre a nagy falra, hogy áttört tányérokkal, mert az a Habánnak ez egyik nagyon érdekes dolga. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Támogatás a családoknak, a felsőoktatásban tanulóknak, tanévkezdés előtt foglalta össze a kedvezményeket a képviselő. Leszületelték a Komlót, a jövőben pályázni lehet a telepítésre. A Mohácsi csata helyszínén zajlottak a kutatások, könyvekben számolnak be az eredményekről a szakemberek. Milyen támogatásokat kapnak a kisgyermekes családok, a felsőoktatásban tanulók? Ezeket foglalta össze a baranyai országgyűlési képviselő a tanévkezdés előtt hétfőn. Hoppá Péter szerint a polgári kormányzat ideje alatt jelentősen kiszélesedett a támogatások köre. Ez nem volt így az ezt megelőző időszakban. A politikus szólt arról is, hogy hagyományos rendben készülnek az iskolák a diákok fogadására. Azonban, ha a járványhelyzet ezt indokolja helyben, azonnal át tudnak térni az otthonról végzett digitális oktatásra. Idén 80 ezer diák vett részt a nyári Erzsébet táborokban, erre az állam 2 milliárdot fordított. Kezdte azt a felsorolást az országgyűlési képviselő, amelyben az iskolás gyerekeket nevelő családoknak juttatott szolgáltatásokat foglalta össze. Hoppál Péter szólt arról is, hogy 10%-os béremelést kaptak a tanárok augusztusban. A teljes közoktatásban pedig ingyen biztosítja a tankönyveket a kormányzat. 13,5 millió tankönyv, ami most a teljes köznevelési spektrum igényeit kielégíti, és összességében 4078 iskolába szállították ki ezeket a tankönyveket, úgyhogy egy nagyon komoly logisztikai teljesítményes feladat is áll emögött. Így akár több tízezer vagy négy gyermeknél, akár 100 000 forint is a családoknál maradhat, mondja a képviselő. Hoppál Péter beszélt még a családosok adókedvezményeiről, illetve a diákhitel megújításáról is. A képviselő összehasonlította a 2010 előtti helyzettel a mait. A szocialista baloldali kormányok elvettek a családoktól, most a polgári kormányzás visszaadta ezt a korábbi kedvezménykört, sőt, legalább 10-szeres körben kibővítette, úgyhogy ma már 1000 milliárdos nagyságrendben mérhető az a családtámogatási keretösszeg, amely a családok zsebében hagyja a gyermekneveléshez szükséges forintokat, és nem veszi el adóformájában, illetve nem veszi el más juttatások formájában a családoktól. Hoppál Péter azt mondta, arra biztatja a családokat, a felsőoktatásban tanulókat, hogy tájékozódjanak akár nála a képviselői irodájában a támogatási lehetőségekről, hiszen ezek széles körben segítik a családokat. A képviselő végül azzal zárta, hogy hagyományos tanévkezdés lesz szeptember 1-én, de az operatív törzs figyeli a járványhelyzet alakulását az iskolákban. Így, ha kell, akár egy-egy osztálynál vagy intézménynél is elrendelhetik majd az áttérést a digitális oktatásra. Agrártörténelmi jelentőségű pillanat, így nevezte Nagy István agrárminiszter az első komlószüretet. Az 1 hektáros terület jelenleg hazánk egyetlen ültetvénye, amelyet 2 éve alakítottak ki Kastélyosdombón a családok átmeneti otthonának területén. Az Agrárminisztérium azt szeretné, ha Magyarország újra felkerülne a sörgyártás európai térképére. Ezért azok a gazdák, akik komlót ültetnek, a jövőben hektáronként 6-6 millió forintra pályázhatnak. Két év munkájának gyümölcse érett be az elmúlt hetekben Kastélyosdombón. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói családok átmeneti otthonánál kialakított 1 hektáros területen idén először szüretelhettek komlót. A folyamatot a sajtó munkatársainak is bemutatták. Itt a kondicionálóba visszahűlt a komló és elérte a kívánt nedvességi állapotot, akkor itt is egy újabb futószalag rendszeren keresztül belekerül a présgőbünkbe,
Ez egy teljesen automata présgép, a komló fajtájától függően 4-szer vagy 5-ször préssel. Az ültetvény mellett kialakított üzemben modern technológia segítségével azonnal feldolgozzák a leszüretelt komlót. Ennél az egy hektárnál olyan 7-800 kiló termésre számítunk, ennél több lesz majd a következő évben, hiszen vannak, amik kifagytak, nem eredt meg megfelelően, tehát a következő évben már lényegesen több lesz, én úgy gondolom, olyan 1500 kiló körül egy hektáron meg fog teremni. De a minőséggel sem lesz gond, tette hozzá Lehel László. Az egyedülálló mintaprogramban az otthonban élő családok is részt vesznek, hiszen az ültetvény gondozása az ő feladatuk. Ez agrártörténeti pillanat? Agrártörténeti jelentőségű pillanat, így nevezte Nagy István agrárminiszter az első komlószületet. Az egy hektáros terület jelenleg hazánk egyetlen ültetvénye. Az Agrárminisztérium azt szeretné, ha Magyarország újra felkerülne a sörgyártás európai térképére. Ezért azok a gazdák, akik komlót ültetnek a jövőben, hektáronként 6-6 millió forintra pályázhatnak. Agrárminisztérium létrehozott egy olyan pályázatot, amelyre a gazdák pályázhatnak. Minden egyes hektár után 6 millió forintos támogatást adunk a gazdáknak, és azt reméljük, hogy nagyon gyorsan ez a pályázat lezajlódhat, és egy 20-30 hektárnyi új terület megindulhat itt Kastélyos-Dombon, hiszen a termeléstől a feldolgozásig minden keret rendelkezésre áll. A pályázat segítségével 2021-re akár 30 hektárral is nőhet a komlóültetvények száma Magyarországon. A pályázatban összesen mintegy 150 millió forint áll a gazdák rendelkezésére. Többek között történeti, emlékezeti és régészeti eredményeket felvonultató könyvsorozatot mutattak be Mohácson. A szakemberek már évek óta folytattak kutatásokat a mohácsi csata helyszínén és annak környékén. Az eddig megszerzett információkat több kötetben is olvashatják az érdeklődők. Az eseményen elhangzott, már most készülnek a történelmi esemény 500. évfordulójára. Ezek a könyvek is szerepelnek a Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet elnevezésű sorozat eddig megjelent kötetei között. Az elmúlt években számos kutatás zajlott a Dunamenti város környékén, ahol a törökök ellen vívott csata történt. A szakemberek 6 fő irányban végeztek munkálatokat, többek között történeti, emlékezeti, történeti földrajzi és régészeti területeken. Ezekről adunk egy széles körképet. Ezekben a kötetekben úgy gondolom, hogy azokat a vitákat, sok homályos részletet, ami a mohácsi csatával összefüggésben még a közelmúltban is jelen volt, ezeket a vitákat sikerült talán egy kicsit előrébb lendíteni, több dolgot tisztáztunk. Ezeket a könyveket mutatták be az érdeklődők számára Mohácson a hétvégén. Mint a szakemberek elmondták, bár a kutatások központi témája a csata volt, nem csak ezzel a történelmi eseménnyel foglalkoztak a vizsgálatok során. Mind az előtörténet, mint maga a csata, mint pedig a utána következő évek, évtizedek, évszázadok a vizsgálataink tárgyát képezik, és reméljük, hogy azért pár éven belül egész évben véve egy hitelesebb és méltányosabb megítélés alá fog esni majd ez a nagy nemzeti tragédia. A könyvemutatón felhívták a közönség figyelmét arra is, hogy 2026-ban emlékezünk meg a mohácsi csata 500. évfordulójáról. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, már most 6 évvel korábban ezt az ügyet fel kell emelni a kormány és az országgyűlés szintjére. A felkészülésnek jogi és intézményes kereteket kell ezen keresztül adni, azért, hogy majd a csata évfordulóján hát ne alapköveket rakjunk le, hanem új létesítményeknek is örüljünk. Ez a 6 év azért is kell, hogy a tudomány képviselői, mint ahogy eddig is tették a dolgukat, a jövőben is jusson forrás ösztönzés arra, hogy további kutatásokat végezzenek, mert itt még sok a feltáratlan dolog. A további régészeti feltárásokat, de akár művészeti alkotásokat is szeretnének támogatásokkal ösztönözni, tette hozzá a képviselő. Mint elhangzott, tudatosan készülnek ennek a meghatározó eseménynek az évfordulója. A tervek pedig hamarosan az ország vezetése elé kerülnek. És végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Egy fertőzöttet találtak eddig, Pakson 400 dolgozónál végzik el a koronavírus tesztet. Becsöngettek, rendhagyó módon indult el az idei tanév. Tolna megye napja, az összefogás és a türelem ünnepe az idei. Sörös üveggel verekedtek, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie a dombóvári támadónak.
Szerdán nyugodtabb, általában csapadékmentes időben bízhatunk, mérsékelt vagy gyenge légmozgással. A napsütést változó vastagságú, többnyire fátyol felhőzet zavarhatja meg. Éjszaka csillagfényes időre van kilátás, eső nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!